Jó napot kívánok mindenkinek, én is szeretettel köszöntöm Önöket, és köszönöm, hogy itt vannak. Mindenki azt gondolom, hogy ébredezik Brüsszel is, szerencsére nem túl gyorsan, úgyhogy van idő egy kicsit értékelgetni, elemezgetni, és azért gondoltam, hogy jó volna, ha találkoznánk, hogy ezt az értékelést közösen is megtessük, elmondjam, hogy én hogy láttam az elmúlt évet, mit éreztem a legfontosabbnak a történések közül magyar szempontból, illetve hogy mi áll előttünk. Egy rövid fél év, de egy hosszú és nehéz év, mármint uniós szempontból. Ezt majd mindjárt kifejtem, hogy pontosan mire gondolok. És természetesen, ahogy Gábor is mondta, lehet kérdezni mind az elmúlt évvel kapcsolatosan, mind a ránk váló feladatokkal tekintetében. És hát még egy dolog, ami miatt azt gondolom, hogy jó lesz, hogyha ha sűrűn találkozunk, hogy közeleg az uniós csatlakozás 10. évfordulója, május 1-je. Nagyban készülődünk, koncepció az már elkészült, miniszter úr jóvá is hagyta. Én itt most nagyon részletekben még nem mennék bele, de készülünk egy komoly rendezvénysorozattal, készülünk arra, hogy mindazokat, akik ezekkel a témákkal foglalkoznak, egyetemek, kutatóintézetek bevonjuk, legyen egy közös gondolkodás, legyenek rendezvények, amelyek megkapják a hivatalos 10. évfordulós uniós csatlakozási rendezvény minősítést, és mi nem egy ilyen ünnepeljük meg a 10 éves csatlakozást szellemben készülünk, hanem arra, hogy ahogy én most egy piciben és egy rövid időszak tekintetében ezen a sajtótájékoztatón értékelni szeretnék, átgondolni, tegyük ezt meg az elmúlt 10 évről, ki hogyan látta, ugye ha provokatív akarok lenni, hogy akkor ez egy elmulasztott 10 év volt, vagy egy kihasznált lehetőség, és hogyan tovább, tehát ebben a szellemben fogunk beszélni majd a 10. évfordulóról is. Tehát egyrészt évértékelés, másrészt ugye azért ciklus vége felé is közeledünk, de majd azért az egész ciklusról szerintem majd március vége felé kell részletesen szólni, illetve a rákészülés a 10. évfordulóra. No, hogyha azt nézem, hogy mi volt a legfontosabb magyar szempontból az elmúlt évben, akkor két dolgot emelnék ki, két jelentős sikert. Az egyik, amiről most nem fogok megígérem részletesen beszélni, hiszen nagyon sokszor elemeztük már, az a több éves pénzügyi keret a 2014-20 közötti időszakra elegendő, bőségesen elegendő uniós forrás áll rendelkezésre. A feladat az, hogy ezt a tényleg kimagaslóan jó eredményt, különösen egyfőre számítva, de még abszolút értékben is, ezt a lehetőleg okosabban költsük el, okosabban, mint az előző időszakban. Elsősorban gazdaságfejlesztésre megy 60%-ban, de Cséfalvay államtitkár úr erről elég részletesen szólt már. Itt folyik az úgynevezett partnerségi megállapodásról az egyeztetés az Európai Bizottsággal. Szigorodnak a pénzfelhasználás feltételei, tehát a bizottság sokkal jobban odafigyel arra, hogy mire költik a tagállamok a pénzt, mint korábban. Itt egy nagyon szoros visegrádi négyek közötti egyeztetés is van. Ugye azért nagyon sok szempontból hasonló helyzetben járunk, tehát vannak közös problémáink, és így négyen közösen is harcolunk azért, hogy mindaz, amit mi szeretnénk az uniós pénzből megvalósítani, ahhoz elnyerjük a bizottság jóváhagyását, illetve támogatását. És egyébként jól áll az egyeztetés, tehát annak idején Magyarország első között nyújtotta be az első változatát a partnerségi megállapodásnak. Ugye ez, hogy partnerségi megállapodás, az új elnevezés, eddig közös stratégiai keretnek hívtuk, az is mutatja, hogy itt tulajdonképpen meg kell előre állapodni dolgokról. És hát nagyon sok nemzeti stratégiát kell elkészíteni, oktatástól, munkahelyteremtésen át, közlekedési stratégiáig, és ezek meglétje és alátámasztja a bizottságnak azt, hogy az ország az beépíti a nemzeti tervezésébe az uniós forrásokat, és így egy koherens keretben történik meg minden fillér, minden uniós eurocentnek a felhasználása. A másik nagy siker, azt gondolom, az adózó deficit eljárás alól a kikerülés. Gondoljunk bele,
talán van, aki még emlékszik, hogy 2004 május 1 a csatlakozás, és júliusban már, tehát már rögtön elindul ellenünk az LDP eljárás, ugye ott van egy bizottsági javaslattétel, majd egy tanácsi jóváhagyás, és júliusra már rögtön túlzott deficit eljárás alá kerültünk, és az alól 9 évig nem is sikerült kikavarodni. Ez szerencsére most sikerült, és azt gondolom, hogy ennél egyértelműbb bizonyítéka annak, hogy egy stabil, fenntartható pályán áll a magyar gazdaság, nincsen. Ugye velünk együtt 2013-ban ez csak 5 tagállamnak sikerült, Bulgáriának, Olaszországnak, Romániának, Lettországnak és Litvániának. A többség, 16 tagállam mind a mai napig túlzott deficit eljárás alatt áll. És azért azt se felejtsük el, hogy mindezt úgy sikerült megtennünk, hogy mi semmilyen könnyítést, semmilyen feltétel teljesítése alól nem kaptunk. Ha visszagondolunk 2010-re, ennek a kormányzati ciklusnak a kezdetére, akkor volt egy egyértelmű kérdésünk az Európai Bizottság felé, hogy új kormány, amely komolyan veszi a vállalásait, kapunk-e egy kis határidőt arra, hogy a saját, vagy úgy az előző magyar kormány, de hát mégiscsak magyar célkitűzéseket teljesítjük, és egy nagyon egyértelmű elutasítás volt a válasz, nem kaptunk semmilyen könnyítést. A helyzet azóta megváltozott, ugye ne felejtsük el, hogy ugye 2010 az már erősen a válság, de a probléma az abból adódott, hogy Magyarország minden politikai, anyagi és erkölcsi tőkéjét felélte sajnos az előző kormányok alatt, és így mi semmilyen jó indulatra nem számíthattunk, hiszen a saját korábbi vállalásaink 2004 és 2010 között nem teljesítettük. Tehát semmilyen könyörületben nem volt részünk. Azóta azonban a válság mélyült, hát is dimenzionálódott, ugye nem annyira már pénzügyi válság van szó, nem fenyeget az euró összeomlása, ami örömteli, de a reálgazdaságban nagyon sok helyen nagyon komoly problémák vannak még, és bizony azt látjuk, és ezért ez egy elég döbbenetes szám, hogy 11 tagállam kapott halasztást arra, hogy a saját költségvetési hiányát leszorítsa. Tehát azt látjuk, hogy azért megváltoztak a gazdaságpolitikai, megváltozott a gazdaságpolitikai döntéseknek az, hogy milyen kontextusban történnek ezek. Bizony, a bizottság több országgal szemben most sokkal elnézőbb. Ugye mondhatom nyugodtan, hogy kettős mérce, de mondhatom azt is, hogy lám kiderült, hogy nem egyértelműen csak az az egy célra vezető út, hogy rendkívül drasztikusan, mindenféle mérlegelés nélkül, mindenféle kritériumokat számon kérünk. Persze én azt kimondottan pozitívnak tartom, hogy Magyarország mindenféle engedmény nélkül meg tudott küzdeni a helyzettel, és ez egy nagyon komoly erkölcs és anyagi tőke, és azért, hogyha csak a CDS felárunkat nézzük, szóval azért most csak egy grafikont szeretnék mutatni önöknek, ami 2013 januárjától hétfőig mutatja a CDS alakulását, és itt történt ugye az LDP-s döntés a nyáron, és azért, jó, hát ugye a piaci mozgások azok természetesen benne vannak, de van egy nagyon egyértelmű lefelé mutató tendencia, hogy bizony ez a stabilitás és a piaci bizalom visszatérését mutatja, és hát persze a finanszírozhatóságunk olcsóbbá válik ezáltal, és hát ez mind a gazdaságpolitikai döntéseknek egyfajta igazolása, és a stabilitásnak egy nagyon fontos bizonyítéka. Tehát a piacok azok már reagáltak, hát előbb-utóbb majd a hitelminősítők is azt gondolom, hogy reagálni fognak. Piaci szereplőkkel beszélve azért ez most már egyértelmű, hogy nagyon sokáig ez a diszkrepancia, ez nem tartható fenn, de hát lelkük rajta, hogy mikor lépik meg, amit már mindenki vár, és a piac várja, hogy meglépjenek.
hogyha nem csak a hiányadatokat nézzük, hanem azt a gazdaságban egyéb frontokon is körülnézünk, azért azt látjuk, hogy a növekedés Magyarországon, ugye nem azt mondom, hogy szárnyal, de minden esetre mind az unió átlagát, mind az eurózóna átlagát meghaladja. Ugye az eurózónában még visszaesés van, az EU átlaga az pedig nulla közeli. Tehát itt a magyar kilátás, illetve a mostani 13-as növekedés is ebből a szempontból mindenképpen biztató. Az infláció közelíti az uniós átlagot, Magyarországon egy év alatt 5,7%-ról 2,1%-ra sikerült ezt leszorítani. És ami még egy nagyon fontos, és azt gondolom, hogy a polgárokat leginkább érdeklő adat, hát ez a munkanélküliség, erről sok szó esett itt január első napjában, amikor a legfrissebb adatok nyilvánosságra kerültek, az jóval alacsonyabb, mint az uniós és az eurozóna átlag, és az, hogy 4 millióan dolgoznak, hogyha összehasonlítjuk a 3,5 évvel ezelőtti adathoz, akkor azért azt látjuk, hogy ez egy igen jelentős előrelépés, hogy idáig eljutottunk. Tehát én azt gondolom, hogy az EDP aluli kikerülés az egy mind piacok irányába, mind egy, tehát egy pszichikai értelemben is egy rendkívül fontos dolog volt. Hát azok a pillanatok azt hiszem, hogy még odébb vannak, hogy ezért nagyon kifejezett pozitív elismerést is kapjunk, de én a csöndet is már azt gondolom, hogy a viharos évek után már pozitívként kell elkönyvelni, és hát azért egyre több sajtócikkben is, azért nyilatkozatban is, ugye tegnap is a szuszászországi miniszterelnök, illetve még decemberben Malosz úr, a Gazdasági és Szociális Bizottság elnöke azért elmondta, hogy mindenképp oda kell figyelni arra, ami Magyarországon történik. Tehát én abban bízom, hogy az, hogy most ortodox, nem ortodox, magyar út, mi a gazdaságpolitika, de annyira, oda már mindenképp eljutott a világ, hogy azért nincs olyan, hogy egyetlen üdvözítő út a válságkezelésben, a gazdaságpolitikában. Mi soha egy percig a célokat, a közös célokat, hogy fenntartható gazdasági növekedés és konszolidálás, ezt nem vontuk kétségbe, de a saját utunkat akartuk járni, és most óvatosan már azt lehet mondani, hogy úgy tűnik, hogy ez célra vezető. Ha azt arra térnék rá, hogy milyen azért apróbb egyéb sikerek voltak, vagy más frontokon, ami nem a gazdaságpolitika. Azért azt láttuk, hogy a tavalyi év első fél év viharai után, ami Magyarországot övezték, elsősorban a negyedik alkotmánymódosítás után, az összes vitát sikerült megfelelő mederbe terelni, és a politikai vitákat jogi úton igyekeztünk megvívni, megoldani, és a jó pár hónapos csend szintén azt mutatja, hogy ez eredményes volt. Tehát mi az értelmes párbeszéd elől soha nem zárkóztunk el. Mindig tiszteletben tartottuk, hogy kinek mire van kompetenciája, ki mit mondhat és mit nem mondhat. A politikai viták, politikai szervektől, mondjuk Európai Parlament, azok természetesek, azokon butaság lett volna, vagy lenne megsértődni, hiszen ott is politikai pártok színeiben megválasztott képviselők ülnek, úgyhogy senki nem mentesítheti magát az alól, hogy ott kérdezzenek tőle. Ragaszkodtunk ahhoz, hogy erre mi válaszolhassunk, ugye ezért is jelent meg a magyar miniszterelnök, amikor arra szükség volt az Európai Parlamentben, mondjuk nyáron, illetve még korábban, amikor az egész vita indult. És az is kiderült, hogy azokban a témákban, amelyek olyan nagy sajtóvisszhangot kaptak, nemzetközi sajtóban, negyedik alkotmánymódosítás, egyetlen kérdésből sem jött semmilyen jogi eljárás. A bizottság 3 levelet küldött, amiben kérdezett, aztán mi válaszoltunk, egyes dolgokat ők megértettek,
elfogadtak, más dolgokban pedig mi fogadtuk el, vagy azért, mert egyetértettünk, vagy azért, mert úgy döntöttünk, hogy nem éri meg feszíteni a húrt, és így lett 5. alkotmánymódosítás, úgyhogy sikerült ezzel is ezeket a kérdéseket lezárnunk. Vannak egyébként függőben levő ügyeink, ugyanúgy, mint más országoknak, és az Európai Bizottság az még függőben levő kérdésekben fog majd ítéletet hozni, ahogy ez más tagállamok esetében is történik. De hogyha már az Európai Bíróságot említettem, akkor azért azt se felejtsük el, hogy ott is születtek Magyarország szempontjából pozitív kimenetelű ítéletek. Most hirtelen csak 2 említenék, az egyik ez az Amfora Burgonya ügy, ugye a GMO, Magyarország GMO-mentes ország szeretne maradni, és ez nagyon fontos, hogy ott ezt a csatát meg tudtuk nyerni. A másik pedig a Telekom adó ügy volt, ahol a bíróság kimondta, hogy azt kivethette a magyar kormány ezt az adót. Egyébként precedens értékű, más tagországoknak is voltak telekommunikációs adóval kapcsolatban ügyeik, eljárások a bíróság előtt, úgyhogy azt gondolom, hogy ez is azt mutatja, hogy azért, mert egy lépést mondjuk az Európai Bizottság megkértőjelez, vannak megfelelő eljárások, jogi módszer, jogi meder ahhoz, hogy ezeket a vitákat rendezni lehessen, aztán hol az egyik félnye, hol a másik félnye, aztán természetesen azt mindenki köteles végrehajtani. Például az Európai Bizottság elengedte a Telekom adó ügyet. Még ami azt gondolom, hogy siker, itt azért a bővítésről, bár én részletesen beszéltem decemberben, úgyhogy nem fogok most olyan sokat erről mondani, de hát azért Horvátország, amely szomszéd és államért mi megküzdöttünk elnökség alatt bebocsátást nyert az Unióba. Szerbiával január 21-én el fognak indulni a csatlakozási tárgyalások. Értük is megküzdöttünk legmagasabb szinten az elmúlt évek során több alkalommal, és Koszovóval ugye a társulási megállapodás előkészítése folyik, tehát a Nyugat-Balkán, mint nekünk szomszédos régió, érdekeiért Magyarország mindig is kiállt, amellett, hogy érdemek alapján az Unió ne várakoztasson senkit, hogyha van érdem, azt el kell ismerni, akkor egy lépést kell tenni a kapcsolatok erősítése útján. És ami még szintén ebben az összefüggésben fontos, hogy most először, nem kis csata után, sikerült a legutolsó tanácsi dokumentumban megjelenítettünk a nemzeti kisebbségeket, hogy az fontos, hogy a bővítésnél a nemzeti kisebbségek diszkriminációmentes kezelésére a jelölt országok odafigyeljenek. Ugye az, hogy kisebbségekről beszélni lehessen az Unióban, nemzeti kisebbségekről, az mindig egy csata. Ennek mindannyian tudjuk az okait, azért nem mindenki gondolkodik egyformán a nemzeti kisebbségekről, többen félnek még ettől a terminológiától is, hogy nemzeti kisebbség, ma könnyebb másfajta kisebbségekről és az ő jogaikról beszélni, mint a nemzeti kisebbségekről, de Magyarország soha nem fogja feladni, hogy már pedig a nemzeti kisebbségekről is essen szó. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez ugyan egy nagyon hosszú, fáradtságos folyamat, de hát az apró lépéseknek is örülni kell. Most átérnék arra, hogy mi vár ránk, és miért mondtam azt, hogy egy rövid fél év, de mégis egy hosszú, szerintem nehéz év lesz. Hát azért rövid a fél év, mert az Európai Parlamentnek lejár az 5 éves mandátuma. Május 22-25-e között minden uniós tagállamban választások lesznek, ezek mindenhol listás választások. Mindenhol pártok küzdenek a listákkal a polgárok kegyeiért. Európai pártok, legtöbb helyen európai pártok színeiben, és utána így kerülnek majd be az Európai Parlamentbe, és ott állnak fel az európai párt frakciók. Hát én itt ilyen becslésekben nem kívánok bocsátkozni, bár mindenféle kutatóintézetektől látnak napvilágot, tanulmányok, hogy fog kinézni az következő Európai Parlament. Szerintem egy elég izgalmas helyzet lesz. Minden felmérés azt mutatja, hogy az úgynevezett euroszkeptikus pártok azok a legtöbb országban előre törnek, és a
középpártok, tehát a néppárt, illetve az Európai Szocialisták Pártja, szocialisták és demokraták, bocsánat, a mostani elnevezése, az relatívan veszíteni fog az ő, tehát tehát az euroszkeptikus pártokkal szemben. Tehát nem az, hogy megfordulna, de az ő többségük az nem lesz akkora, mint korábban. És hát így bizony az, hogy mérleg nyelve bizonyos döntések meghozatalakor, ha csak arra gondolunk, hogy az Európai Bizottság jövőbeli elnökét meg kell majd a parlamentnek erősítenie, tehát itt azért még érdekes fejlemények lehetnek. Azt mindenképpen lehet érzékelni, hogy mind több helyen gondolkodtak el a polgárok arról, hogy jó ez így, ahogy van ez az egész Európai Unió. Én sosem éreztem még, visszatekintve az elmúlt 50 év történetében, hogy ennyire érdekelte volna az uniós polgárokat az, hogy mi az, hogy Európai Unió és mi történik. De most van egy hangulat, ami nem feltétlenül pozitív. Bár hogyha megnézzük a közvéleménykutatásokat, egy évvel korábbhoz képest többen látják úgy derülátóan, többen derülátóak az unió jövőjével kapcsolatosan, mint korábban. Magyarországon azért még 49% még mindig pesszimista, és csak 46% optimista. Tehát, de azt gondolom, hogy ez a minket körülvevő viharoknak köszönhető. De azért a nagy többség még mindig azt gondolja, hogy jó, hogy van Európai Unió. Egyébként Magyarországon is még mindig azért az, hogy ott a helyünk, azt komolyan nem kérdőjelezik meg a polgárok. De amit nagyon erősen lehet érzékelni, hogy sokszor az unió olyan dolgokkal foglalkozik, amivel a polgárok vagy nem tudnak azonosulni, vagy úgy érzik, hogy az nem az ő problémájuk. És én szerintem ezekre oda kell figyelni. Nagyon sok intézményi harc van Brüsszelben, aminek semmi kézzelfogható eredménye nincs. Ha például azt nézzük, hogy most akkor lesz-e több munkahely, hogy lehet beindítani a gazdasági növekedést. Tehát a lisszaboni szerződés az nem egy ugyan egyértelműbbé váltak a hatáskörök, de nem egy ilyen intézményi konszolidációt hozott, hanem ilyen folyamatos hatáskörön túlterjeszkedési kísérletek vannak, nagyon gyakran az Európai Parlament részéről, emiatt nagyon sokszor blokkolódik a jogalkotás, és hát ez már pedig azt gondolom, hogy semmiképpen nem segíti a válságból való kilábalást. Úgyhogy mit lehetne tenni? Hát én azt gondolom, hogy amit mi csinálunk, hogy egy reálisan viszonyulunk mindenhez. Ha valamiről azt gondoljuk, hogy nem jó, akkor ezt esetleg szóvá is tesszük. A kérdezés és a reális gondolkodás nem hiszem, hogy Európa ellenesnek nevezhető. Tehát én abban bízom, hogy Magyarországon majd egy ilyen szellemiségű kampány lesz. Említettem, hogy mi mindenképpen így készülünk a 10. évfordulóról való megemlékezésre. De hát ha valós problémákról beszélünk, és azokra keresünk megoldást, és nem feltétlenül mindig uniós szintű megoldást kell, de mi hiszünk abban, hogy egymástól lehet tanulni, ki hogyan küzd meg bizonyos problémákkal, hogy lehet jobban csinálni. Hát mi is lopunk másoktól jó ötleteket, mint ahogy tőlünk is lopnak ötleteket, ez egészen egyértelmű. Úgyhogy szerintem ez egy sokkal egészségesebb szellemiséget tükröz, hanem egyfolytában ellenőrizni akarjuk egymást, hanem nézni, hogy ki mit csinál, akkor az együttműködés is javulhat, és nem feltétlenül a mindig magasabb közösségi szintre tolás az, ami az egyedül célra vezető. Tehát mindig nagyon alaposan kell mérlegelni, hogy mi az, ahol uniós szintű döntés van, és mi az, ahol akár egy helyi rendelettel kérdések kezelhetőek. Folyik ugye a szubszidiaritással kapcsolatos gondolkodás is, mi is azon vagyunk, és folyik egy áttekintése annak, hogy hol érdemes tovább menni az uniós integrációban, és hol kell azt mondani, hogy itt most érdemes megállni. Ugye a hollandok ennek a fő promotálóik, ők erről egy nemzetközi konferenciást is tartanak január vége felé. Ez nem keverendő össze a hatáskör visszavétellel, vagy egy esetleges kilépéssel, ugye ilyennek egyetlen egy tagállam esetében merültek eddig fel. Tehát én azt gondolom, ha mind
sokkal gyakorlatiasabb és a mindennapokra koncentráló a megközelítés, akkor az a módja annak, hogy az uniós polgárok bizalmát is visszaszerezzük, és az a módja annak, hogy egyébként ne hagyjuk, hogy a szélsőségesek több szavazathoz, és elsősorban protest szavazathoz jussanak. A fél év azért rövid, mert április közepén vége van az Európai Parlamentnek, tehát a görög elnökségnek. Én most külön a prioritásokról talán nem szólok, hiszen ezekről már lehetett olvasni. A görög nagykövet biztos vagyok benne, hogy az országgyűlésben is fog ezekről beszélni. Nagyon kevés idejük van, hogy a jogalkotással foglalkozhassanak, egy szűk, hát nincs is teljesen 4 hónap. A legfontosabb feladat az lenne, hogy a bankunióban úgymond az utolsó építőkocka is a helyére kerüljön, az egyszerűséges szanálási mechanizmusról legyen egy megállapodás. Ezzel párhuzamosan egy kormányközi konferencia is el fog kezdődni, ami arról szól, hogy akkor ez az alap, a szanálási alap az majd hogy nézzen ki, hogy álljon fel itt 10 év alatt. És amikor minden építőkocka helyére kerül, akkor lehet majd Magyarországon felelősen arról elgondolkodni, hogy a részesévé kívánunk-e válni. Amit még azért megemlítenénk, és amire nagyon oda kell figyelnünk, ugye itt beszéltem arról, hogy milyen a hangulat az Unióban, illetve hogy ugye a szubszidiaritás lehet egy megoldás, meg a nemzeti parlamenteket is érdemesebb ez mindezekbe a folyamatokba jobban bekapcsolni. Azért vannak aggasztó tendenciák, hogyha az alapvető elveket, értékeket, kihívások érik, akkor azért arra mindig oda kell figyelni. Itt azért az egyik alapvető elvét az uniónak, a szabad munkaerő mozgást azért több helyről támadják. Ugyan én úgy látom, hogy a brit retorika bár még mindig erős, de elsősorban a jövőbeli bővítésre koncentrál most már a brit miniszterelnök. Ott azért az, ahogy azt a visegrádi 4 külügyminiszterei nagyon egyértelművé tették november végén, tehát nem lehet kiragadni egy alapelvet, és mindentől függetlenítve azt támadni, mert a rendszer úgy van kitalálva, hogy a munkaerő, az áruk, a szolgáltatók és a tőke is szabadon áramlik, és hogyha egyet kiragadunk, akkor felborul az egész rendszer. A másik pedig, amit egyébként Andor László biztos is szokott mondani, semmi nem támasztja alá, hogy pont Közép-Európával probléma lenne, ha vannak olyanok, akik úgymond ingyen élők, és csak a szociális turizmus, szociális nyugtatások miatt utaznak valahova, akkor arra a mostani jogi keretek között is megvan a legális lehetőség arra, hogy az ellen fellépjenek. Úgyhogy nem igaz, hogy emiatt az egész rendszert kellene felborítani. És én biztos vagyok abban, hogyha új brit jogszabályok vannak, akkor azokat az Európai Bizottság vizsgálat alá veszi, és ha szükséges, akkor a kötelezettségszegési eljárás is elindul. Tehát ez nem a mi dolgunk, hogy ezt megoldjuk. De arra figyelmeztetni, hogy azért itt egy uniós alapelvet ért támadás, azt mindig meg fogjuk tenni. Milyen a hangulat az uniós intézményekben Ukrajna társulásának elmaradása után, és hogy lesz-e valamilyen folytatása ennek a kívülről eléggé kudarcosnak kinéző történetnek? Hát igen, én azért azt érzékelem, hogy hát csalódottság van. Csalódottság van, ami felvillanyozta a részről őket, hogy van egy ország Európában, amely nagyon szereti az uniót. Ugye több politikussal beszéltem, aki azt mondta, hogy felüdülés ilyet látni. Az egy kicsit inkább el kéne, hogy gondolkoztatja őket, hogy akik benne vannak, azok miért nem élvezik annyira, míg akik kívül vannak, azok lelkesednének. És hogy nagyon oda kell figyelni, és hát mindenki azért elemezgeti az elmúlt időszak történéseit. Rövidesen lesz EU-orosz csúcs, minden mindennel összefügg. De az Unió az elutasította egyértelműen, hogy itt egy ország sorsát egy másik ország kényétől, kedvétől tegye függővé. Tehát én szerintem itt a tárgyalások fognak folytatódni, és ami a legfontosabb, és ez minden, például az Európai Tanács decemberi következtetéseiben is szerepel, hogy az ajtó nyitva van Ukrajna előtt. Úgyhogy bármikor, tehát térjünk vissza a tárgyalást, az írjunk alá,
kicsit szerintem minden tagállam jobban megismerte, hogy azért itt nem feltétlenül csak a Európai Unióban vagy Nyugat-Európában megszokott módon születnek döntések. Tehát egy kicsit más fejjel kell gondolkodni keleten. Lehet, hogy a magyarok vagy egyéb kelet-európaiak nem lepődtek meg ezen, de ezek szerint nyugaton ez meglepetés. Én azért úgy éreztem, hogy igen.